Sok szeretettel köszöntelek titeket, mivel sajnos nincs lehetőségem arra, hogy ezt az órát iskolai keretek között megtartsam nektek, viszont szerintem nagyon érdekes és nagyon fontos téma a középkor zenéje, ezért most így virtuálisan tartom meg nektek ezt a tanórát. Tisztában vagyok vele, hogy a középkornál még nem jártok történelemből, épp tehát egy történelmi bevezetővel szeretném elkezdeni nektek ezt a mai órát. Úgy gondolom, hogy össze kell egy kicsit hasonlítanunk az ókori görög és római ö, emberek életét a középkori emberével, hogy egy kicsit jobban rálássatok arra, hogy milyen nagy változás zajlott le Róma bukását követően. Tehát az ókori görög és római ember életében fontos szerepe volt az Istennek, de fontos szerepe volt annak is, hogy az ember élvezze az életét hogy megteremtsen magának minden kényelmi körülményt, hogy azt az életet úgy élje le, hogy utána a halála előtt azt érezhesse, hogy egy teljes és boldog élete volt. Ezzel szemben a közgondolkodás teljes mértékig át fog alakulni. A középkorban arra fognak berendezkedni az emberek, hogy ez a világ, ahol ők élnek, ez csak egy ilyen átmeneti időszak, ugyanis majd a halál után indul az ő ö, hosszú, boldog életük a mennyországban, de ahhoz, hogy ők a mennyországba eljussanak, ahhoz itt a Földön önmegtartóztató életmódot kell élniük, és Istent minden más fölé kell helyezni. Tehát az a legfontosabb, hogy imádkozzanak, hogy eljárjanak a misére, hogy szegényen éljenek, hogy amire lehetőségük van, abban segítsék az embereket, adakozzanak. És természetesen az is nagyon-nagyon fontos, hogy bűn, ha amennyire csak lehetséges bűnök nélkül éljenek, mert hogyha nem, akkor viszont a hosszabb örökkévaló életükben ott majd a pokol vár rájuk, és ezt senki nem akarta. Ennek, ebből adódik az, hogy a középkorban a zene funkciója az kezdetben Isten dicsőítése volt. Csak és kizárólag olyan műveket alkottak a zeneszerzők, amik arról szóltak, hogy Isten mindenek felett áll, és hogy őt kell imádnunk. A későbbiekben jelenik tehát meg az, hogy az élet szépségeivel is lehet törődni, és azt is lehet akár a zene témájává is avatni. Az egyházi zene egy műfajra korlátozódott, ez pedig nem más, mint a Gregorián. A Gregorián egy egyszólamú, latin nyelvű, hajlításokban gazdag egyházi zene. Egyszólamú az ugye azt jelenti, hogy nem több szólamban, nem kórusban énekeltek, hanem mindenki ugyanazt énekelte. Latin nyelvű volt, mert hogy a misék nyelve is a latin volt, tehát csak is kizárólag latinul lehetett misét hallgatni a templomban. A hajlításokban gazdag az azt jelenti, hogy egy szótagra több hangot is énekeltek, erre majd később, amikor Gregorián dallamot fogok nektek mutatni, akkor majd megmutatom, hogy ez az a rész, ahol hajlításokban gazdag a zene. És hát ugye a Gregorián, ahogyan a címben is benne van, egy egyházi zene. A neve onnan ered, hogy első Gergely pápa volt az, aki kezdeményezte a Gregorián dallamoknak az összegyűjtését. De hogy miért is volt erre szükség? mert hogy a Gregorián dallamok szájhagyomány útján terjedtek. Képzeljük el a szituációt, hogy van egy kolostor. A kolostor ugye az a hely, ahol olyan személyek élnek, akik vállalták azt, hogy elvonulnak a világtól, és csak is kizárólag imádkozással és munkával fogják tölteni az életüket. Tehát általában például egy kolostorban tanítottak és gyógyítottak főleg, és emellett nagyon-nagyon szigorú napi rendszerint éltek, nagyon korán keltek, keveset aludtak, és nagyon sokat imádkoztak azon túl, hogy ők napi jó pár órát munkával is és gyógyítással is töltöttek. Tebzeljük el, hogy egy ilyen kolostorban Tamás testvér úgy döntött, hogy elmegy a szomszédos faluba, a piacra, mert hogy elfogyott a hagyma, és szüksége lenne rá a konyhán. Menet közben útba ejti a szomszédos, a hozzájuk viszonylag közel lévő kolostort, és ebben a kolostorban részt vesz ugye egy szentmisén. Ezen a Szent Misén pedig hall egy gyönyörű szép Gregorián dallamot, amit, amint lehet meg is tanul a társaitól, majd elmegy szépen a, a piacra, Megveszi a hagymát, hazaviszi a kis szamarán, és mire hazaér, addigra már, hát, többé-kevésbé emlékszik még erre a dallamra, de nem teljesen, és ezért ahol nem emlékszik teljesen a dallamra, ott egy kicsit hozzákölt. És így születik egy adott Gregorián dallamból egy teljesen más Gregorián dallam, és ezért nagyon-nagyon sok Gregorián dallam lesz, és ezt a sok-sok Gregorián-dallamot szeretné majd első Gergely pápa összegyűjteni, hogy aztán utána ezeket leírják, lekottázzák. Ha szeretne valaki a későbbiekben egy bizonyos Gregorián-dallamot megtanulni, megismerni, akkor kezébe veszi a kottát, és erre lehetősége lesz. Íme az egyik leghíresebb Gregorián dallam, amit én most el is éneklek nektek. Diesiré, mm. mm. diesilla, dies szolvet széklum in favilla, teszte Dávid cum Sibilla eléneklem nektek szolmizálva is, mert hogy szeretném, hogyha a tankönyvetekben leírnátok a kottába a szolmizációs hangokat, és ti magatok megtanulnátok szolmizálva is, és szöveggel is ezt a dallamot, nem kell megijedni, most így közösen meg fogjuk tanulni. Tehát akkor mutatom szolmizálva. Fa mi fa ri, mi du, ri, ri fa fa so fa mi ri du mi fa mi ri la do mi fa mi és akkor most soronként megmutatom nektek és kérem szépen hogy a második és harmadik éneklésre ti is csatlakozzatok és énekeljetek velem együtt fa mi fa re, mi do ri fa mi fa re mi do ré, ré. Fá, mi fa és ha szükséged van még több gyakorlásra, nyugodtan tekerd vissza a videót, és többször is meghallgathatod ezt így. Mutatom a második felét. Fa, fa, szó, fa, mi, ré, do, mi, fá, mi ré. Második alkalom jön úgy, hogy csatlakozz hozzám. Fa fa so fa mi ri do mi fa mi ri, Fa fa so fa mi ri do mi fa mi ri. És akkor jön az utolsó kis egység: La do ri ri do mi fa mi ri, La do ri ri do mi fa mi ri. La ri mi, mi, Na és akkor most együtt az egészet. Még mindig szolmizálva. Fa mi fa ri mi do ri ri. Fa, fa, so, fa mi re, do, mi fa, mi, La, do, re, 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 do, mi, fa, mi És akkor most elmondanám magát a szövegét hogy hallgassd meg, hogy hogyan kell ezt az idegennek tűnő latin szöveget mondani. Ez pedig így hangzik, hogy DS iré, DS illá. Na akkor ismételd meg velem. DS iré, DS illá. Következő. Solvet széklum in favilla. Mehet együtt. Solvet széklum in favilla. És az utolsó rész. Teste Dávid, cum sibilla. Tehát akkor mehet ez is együtt. Teste David cum sibilla. Na, akkor most próbáljuk meg együtt elejétől kezdve elénekelni szöveggel. <tessz> dies ire dies illa, szóval seclum in favilla, teste David cum sibilla. Nagyszerű. Ez alapján és az órához mellékelt hangfelvétel alapján szerintem mindenkinek sikerülni fog, hogy megtanulja ezt a dalt. Szóval akkor most, hogy így elénekeltük közösen a DSIR dallamát, nézzük meg, hogy miről szól ez a latin szöveg. A ma végső harag a világot tűznek adja, Dávid, s így Sibilla hagyja. Hiszitek vagy sem, ez a dal valamilyen szinten az apokalipszisről szól, arról a végső napról, amikor minden megszűnik a földön, és mindenki eltávozik, és annak függvényében, hogy jól vagy rosszul élte az életét, tehát, hogy mondjuk a szabályokat betartva, élte az életét, vagy nem, elválik, hogy ő a pokolba kerül, hogyha nem tartotta be a szabályokat, vagy a mennyországba. És így erről a napról szól ez a dal, ami a katolikusoknak egy nagy vallási ünnepéhez is kapcsolódik, ez pedig nem más, mint a halottak napja. Most, hogy így már tudjuk, hogy Miről szól ez a dal, és milyen nagy katolikus ünnepkörhöz kapcsolódik, kérlek szépen titeket, hogy a zenehallgatás diészéré link alatt rejtőző zenét hallgassátok meg. Itt autentikusan egy templomban, egy férfi kórus előadásában hallgathatjátok meg a diészérének az első verszakát, ugyanis a diészírének nagyon-nagyon sok verszaka van, mi csak az elsőt tanultuk most meg hogyha meghallgattátok ezt a zenét, akkor pedig a második linken megtekinthetitek azt, hogy milyen filmekben található meg a D.S. Rédallam, ugyanis hiszitek, vagy sem, nagyon-nagyon sok filmben megtalálható. Ez az apró zenei téma, és kíváncsi vagyok, hogy hányat ismertek fel. Egy kis kedvcsinálóként elmondom, hogy például a Star Wars-ban, de az Oroszlán Király című filmben is felhasználták a Diészi Ré dallamát. Tehát akkor így, hogy megismerkedtünk a Diészi Ré dallamával, megismerkedünk most a kottaírás történetével is, és ezt a Diészi Ré dallamán keresztül fogjuk csinálni. Először így nézett ki egy kotta. Biztosan nektek is feltűnt, hogy nincsenek vonalak. Épp ezért nagyon-nagyon nehéz volt az, hogy azonosítsák a kottát olvasók, hogy akkor most hány hangot is kell lefele lépni, hányat fel. Nehéz volt ezt nagyon-nagyon olvasni, és ezért viszonylag hamar rájöttek, hogy a neómaírás írás nem a legmegfelelőbb módja annak, hogy lejegyezzék a dallamokat. Épp ezért kitalálták azt, hogy elhelyezik vonalakon ezeket a hangokat, így már egyértelművé vált mindenkinek, hogy hány hangot kell felfele, lefele lépni. Majd idővel megjelenik a kvadratikus írás, amire meg azért volt szükség, mert akkoriban a kórus éneklés nem úgy működött, mint most, hogy mindenki készhez kap egy bizonyos kis kottát, és akkor abból kényelmesen tud énekelni, hanem ez általában úgy zajlott, hogy a szép nagy szám, létszámú kórus elé kiraktak egy darab kódexet, és abból énekelt mindenki. Mondanom sem kell, hogy aki elől a kódex előtt állt, annak nagyon-nagyon jó volt, de aki valahol hátul a szélén, az bizony semmit nem látott a kottából. Az ő dolgukat könnyítette meg valamilyen szinten a kvadratikus írás, aminek köszönhetően sokkal jobban látható lett maga a kotta kép. Arezói Guidónak nagyon sok mindent köszönhetünk, egy nagyon híres olasz zenetudós volt, akinek az első reformja az volt, hogy elkezdte a vonalközöket is használni, mert hogy képzeljétek el, korábban csak és kizárólag a vonalakra volt szabad írni, és így nem öt vonal volt, amit használtak, hanem tíz. Tehát a redzói Guido azt mondta, hogy használni kell a vonalközöket is, és ennek köszönhetően a tíz vonal rögtön lecsökkenhetett ötre. A következő reformjához megmutatnám nektek az itt látható szintén Gregorián dallamot. Mm -hmm. Útkve Laksis. Resonare fibris, mira gestorum, famulitorum, solve polluti, labire atum, sancte Johannes. Ez a mű alapvetően nagyon nagy előrelépés volt a a zenettörténetben, történetben, ha megnézzük ezeket a szótagokat, amik ki vannak emelve, út, re, mi, fa, szol, la, Remélem, sokan felkiáltottatok már otthon, hogy jé, ezek a szolmizációs hangok. Valóban, a redzói guidó lesz az, aki elnevezi a hangokat, ezzel létrehozva a szolmizálást. Ez azért volt nagyon fontos, mert bármennyire is volt valaki, aki zenével foglalkozott, nagyon jó memóriával megáldva, egy idő után ő sem emlékezett már minden dalra, amit korábban tanult, így viszont, ha valaki ez alapján, a dal alapján megtanult szolmizálni, akkor is egy kis szolmizálással, egy kis gyakorlással már rögtön el tudta énekelni, a régi dalokat pedig a kottából azonnal fel tudta eleveníteni. Tehát a köszönhetjük a szolmizálást. És mielőtt a zenehallgatásra rátérnénk, nézzük meg, hogy miről szól ez a Gregorián, hogy könnyűlt szívvel csodatetteidnek, zenghesség hírét szabadult szolgáid, old meg Szent János kötelét a bűntől szennyes ajaknak. Tehát valójában ez a Sankte Johannesből is már adódóan, ez egy Szent János himnusz. És akkor most kérlek szépen titeket, hogy állítsátok meg a videót, hallgassátok meg a kék zenehallgatás felirat alatt rejtőző hangfájlt. Arecói Guido harmadik refónia pedig nem más volt, mint, hogy elkezdett kulcsokat használni, hiszen ha önmagában látjuk az öt vonalat, akkor nem fogjuk tudni megmondani azt, hogy milyen kezdőhanggal kezdődik az az adott dal, viszont ha kiírunk egy kulcsot, az öt vonal elé, akkor az már sokkal-sokkal jobban megkönnyíti a helyzetünket. És hogy erre mutassak nektek egy példát, Megmutatnám nektek, hogy milyen kulcsokat használtak régen. Ezek mind a mai napig előfordulhatnak kottában, de ugye ma főleg ti is a G kulcsot használjátok, és azon belül is ezt a fajta G kulcsot. Ez alapján szoktak a könyvetek beleírva lenni a népdalok is meg a műdalok is, tehát alapvetően mi ezt a kulcsot tanuljuk meg olvasni. Azért hívjuk ezt a kulcsot G kulcsnak, mert ugye a G kulcsot ezt így rajzoljuk, és a kezdőpont, ahonnan indítjuk a rajzolást, ez ugye a második vonalon van, és ez a második vonal, ez jelöli a G hangnak a helyét. Láthatok itt mellette egy egészen más G kulcsot. Ez ugye az első vonalról indul, tehát ebben az esetben innen kell számítani a G helyét. Itt mellette ezek a pontok, ezek azt jelölik, hogy hol található a C hang, amennyiben a C hang, amennyiben ebben a kulcsban írunk le mondjuk egy dalt, itt ugye mindenkinek ismerős, hogy itt van a C hang, itt viszont ugye Lejjebb található. Ez a kulcs, ez a C kulcs, itt azt kell figyelembe venni, hogy a kulcsnak a közepe hol található, ez jelöli ugyanis a C hangot, és ebből is van többféle szoprán kulcs, mezzoszoprán kulcs, alt kulcs, tenor kulcs. És amivel valószínűleg az ongoristák már többször találkoztak, az F kulcsok. Az F kulcsoknak az a lényege, hogy itt is azt vesszük figyelembe, hogy honnan indul maga a kulcsnak a rajzolása, de az is fontos, hogy a két pötty az ugye közre fogja ezt a pontot, ahonnan elkezdjük rajzolni a kulcsot. Ez a hely, tehát ez a hely jelöli az F hangot és alapvetően ugye a zongoristák ezzel találkoznak, a basszus kulcsal, de létezik olyan is, hogy bariton kulcs, amikor ugye itt van az F hang, és szubbasszus kulcs is, amikor itt van az F hang. Mutatnék nektek néhány kottát, korabeli kottát. Szerintem megegyezhetünk abba, hogy ez nem túl jól olvasható, én legalábbis nem tudnám leolvasni a Dallam vonalát erről a kottáról. Ennek a dalnak sokkal jobban olvasható már az alábbi. Az előz, ez az előző ugye egy neumatikus írás volt, ez már egy kvadratikus, sokkal jobban olvasható írás, és ez is már nagyon könnyen olvasható. Az utolsó diánkhoz értünk. Leoninus mesterről mesélnék nektek egy-két mondatot, majd erről a híres Vidérunt Omnes című művéről. Leoninus mester Párizsban, a notre dame ban élt és munkálkodott. Nagyon sokat tett azért, hogy a templomnak, a templomnak nagyon jó kórusa legyen, és ő maga is írt zeneműveket. A Vidérunt Omnes azért nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon jól megjelenik benne az, hogy milyen egy zene, amikor hajlításokban gazdag. Egy picikét most visszamegyek, és megmutatom nektek azt, hogy az Utkvent laxisban hol is van hajlítás. Amikor azt éneklem nektek, hogy mi, ugye egy szótagot mondtam, mégis három hangot énekeltem. Tehát a hajlítás az, amikor egy szótagra több hangot éneklünk. A vidérunt omnezben látni fogjátok, hogy ez tökére van fejlesztve, hiszen nagyon sokáig fogják majd azt énekelni, hogy vi, nagyon sokáig azt, hogy di, nagyon sokáig azt, hogy rund, nagyon sokáig azt, hogy om, és végül azt, hogy nesz. Kérlek szépen, hogy hallgassátok meg ezt a zenét is, és nyugodtan füleljetek, hogy mikor van szótagváltás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattátok, amit mondani szerettem volna nektek. Köszönöm, hogy részt vettetek ezen az órán. Bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan írjon nekem üzenetet. Szerbusztok!